Júliustól már bírságolhatnak parlakfű miatt a nyár első felében csapadékos időjárás volt gyorsan növekedett az allergiát okozó növény, időben kezdték a hatóságok az ellenőrzéseket a megyében. már Bereg megyében főként a mezőgazdasági területeken találnak elhanyagolt parlakfűves parcellákat. A esetek egy részében még szárosleveles parlakfüvet találtunk, itt a gazdákat felszólítottuk védekezésre. Amennyiben virágzó parlakfüvet adott át már a földhivata, ott bírságokat szabtunk ki. Ezek után folyamatosan ellenőrzik a, a földi úton a, a területeket, és folyamatosan adják át a hatóságunknak a, az ügyeket, és jelenleg a, a bírság kiszabása várhatóan olyan két-két és fél millió forint között tart ahol nem írtják az allergiát okozó növényt 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő büntetés szabható ki. Ezeken a képeken a földhivatal tavalyi parlakfű légifelderítő akciója látható, hasonló ellenőrzésre hamarosan számítani lehet. Várható a légifelderítés is, ami a következő hétre tehető ami egy nagyon hatékony eljárás, mivel a tavaly, tavaly előtt évben is ezekkel a megye területén nagyon hatékonyan néhány óra alatt, például tavaly három és fél óra, légióra felderítéssel közel 118 ezer hektár területet tudtunk bejárni. Ezeken a területeken fölmértünk egy olyan 18 hektár fertőzött területet, ami 20-23 tulajdonost érintett, és itt egy, egy, nagyon gyors, hatékony intézkedést tudtunk tenni, és a bírságokat ki tudtuk szabni. A légi felderítéssel az eldugott területeket is jól fel lehet térképezni. A szennyezett részeket GPS koordinátákkal bemérik, ami az úgynevezett parlakfű információs rendszerre felkerül, és ezzel elindul a tulajdonos elleni hatósági eljárás. Egyébként a hatékony megelőző intézkedéseknek köszönhetően évről évre csökkent Szabolcátnál Bereg megyében a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy néhány tő is nagy szennyezést tud okozni, és épp augusztusban tetőzik a parlagfű pollen koncentráció a levegőben.